Sziasztok srácok, én Black vagyok, a mai videóban pedig beszeretném nektek mutatni, hogyan kell élesség 10.000-es, vagy védelem 10.000-es, vagy bármilyen hatalmas enchantú cuccot csinálni tábla segítségével, egy pluginnal, méghozzá az Essentials-szal. Majd megmutatom, hogy kell nevet adni, és leírás neki, úgyhogy tartsatok velem srácok. Na itt is volnánk srácok. Az első dolgotok nem más, mint ahogy a leírásban lévő, a leírás, ugye? Ott van lent, csekkoljátok le a leírásban lévő Essentials-t letöltitek. Ez ugye 1.8-as verzióban működik, Spigot 1.8-al, vagy Bucket 1.8-al. Majd miután ez megvan, menjünk is a config-hoz. Ahogy látjátok oldalt itt a config-ot, megmutatom nektek, hogy mit kell tennetek ahhoz, hogy menjenek elsősorban a táblák. Úgyhogy menjünk is, írjuk be, hogy Sigüns. Nem ebbe a sorba. Free például. Itt van, Enabled Sigüns. Gyerektek, úgy lesz ideírva ez, hogy Enabled Sigüns például, hogy itt egy hashtag. Tehát mindenhol van ott egy hashtag. Na ezeket innen szépen egyesével kitörlitek, majd akkor királyú fog működni. A következő teendő ahhoz, hogy OP cuccokat tegyetek ezekre a táblákra, az nem más, mint kikeresitek a 465. sort, és itt van, hogy Unsafe Enchantments, ez nektek false-ra van téve, ezt átrakjátok, ugye így van false-ra téve, ezt szépen átírjátok true-ra, és akkor már is engedélyezve lesz az, hogy OP enchantokat is tegyetek a táblákra. Oké, menjünk vissza Minecraftra. Rendben, itt is vagyunk, egyébként a Skymin-in mutatom be ezeket a dolgokat. Csekkoljátok le azt a szervert is, nagyon király lett. Playponmysite.hu ott van a leírásban, egy kis promó elfér. Elmegyek egy kicsit a távolba, mondjuk beírom azt, hogy Speed 10, és elmegyek a távolba, és megmutatom nektek, hogy kell olyan táblákat létrehozni, amilyenekről meséltem nektek, amiket napinnap ugye a videóban elrejtünk közösen. Oké, az első az ugye a free tábla, amit engedélyeztünk, majd a második sorba ID-t, vagy gyémánt kardot, például Diamond Sword, vagy ennek rövidítését, a D-Swordot, bármelyiket alkalmazhatjátok, ID-t, rövidítést, angol nevet. Én az ID-t jobban szeretem, mert szebb táblán. Majd adunk neki egy nevet, ami az lesz a neve, hogy ugye színkódokat kell használni, az 1-es a kék, 2-es zöld, ezekben vannak interneten, beírjátok, hogy Color Codes, Bucket, vagy Essentials, tök mindegy, minden plugin ezt használja. Oké, mondjuk le, az lesz a neve, hogy iratkozz. A lore ugye az a leírás az adott cuccnak, és az például világos lesz, és az, hogy fel például, és done, és tadá, iratkozz fel. Oké, jöhet a második, az pedig például legyen egy 267, ugye ez a vaskard. Ezt is lehet így e-sword, vagy bármi egyébként ugyanígy a többi itemnél 267. Erre teszünk sharpness, ugye sharp, így is írhatjuk, hogy sharp, így is írhatjuk, hogy sharpness. Tehát erre például rakunk egy sharpness 9999-et, és egy fire aspect 9999-et. Oké. És tadá! Sharpness Enchantment Level 999, Fire Aspect 9999. Ugyanúgy ezt megcsináljuk páncélokkal, egyébként ilyenkor bármit rakhatunk bármire. Magyarul csinálhatunk 999-es Sharpness-es sisakot, bármit. Élességet is rakhatunk sisakra, úgyhogy ez nem kötelez. Na mindegy, protot lehet protnak nevezni, protection, bármi. Tehát ez prot 10 millió lesz, és durat 10 millió.
Ezt ugyanúgy amúgy egy egész páncél is el lehet játszani, természetesen maximum 10 000-ig vannak az enchantok, úgyhogy ne nagyon érjátok tovább, mert akkor minuszba megy, és akkor az nem jó. Ugyanezt el lehet játszani csákánynál, meg egyébként bármilyen tusznál, csak ugye efficiency 5, vagy efficiency free dpkaxe efficiency 9999. Így. Még ami így eszembe jut, várjatok. Igazából semmi. Hogy is mondjam. Szerintem ennyi az egész. Nem egy nehéz dolog. Köszönöm szépen srácok, hogy itt voltatok velem, és velem tartottatok ebbe a tutoriába. Hogyha szeretnétek még ilyen hasonló, ehhez hasonló plugin tutoriálos videókat, akkor nyomj egy lájkot, és írj egy ötletet, hogy mi legyen a következő tutoriálnak a lényege. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, srácok, iratkozzatok fel, én Black voltam, sziasztok!